Mostani kis videónkkal szeretnénk bemutatni a hűtőépítő Kft. Által gyártott IglooDoors nyílóajtóknak a beépítését. Nagyon fontos az, amikor bárki megveszi tőlünk, illetve elviszi a beépítés helyszínére ezt az ajtót, hogy ellenőrzöm bizonyos dolgokat, mert egyébként, ha ezek az ellenőrzések elmaradnak, a beépített ajtó nem biztos, hogy funkcionálisan jól fog működni. Első és legfontosabb dolog, a beépített falszerkezetnél le kell ellenőriznünk azt, hogy ez függőlegesen áll. Ugye ez nagyon egyszerű, egy egyszerű vízimértékkel simán meg tudjuk nézni. Ha megfelelő függőlegesen áll a falszerkezet, akkor tudunk utána tovább jutni a dolgoknak. Nagyon fontos ez a folyamat, ugyanis ha a falszerkezet bármilyen irányban nem függőbe áll, hanem dől, a hozzáépített tokszerkezet és az ajtó nem függőbe áll, a nyíláskor akár szorulhat, vagy nagyon nehéz lesz kinyitni. Ezt nagyon fontos ellenőrizni. Ha meggyőződtünk arról, hogy maga a falszerkezet függőleges, akkor a következő lépés az ajtónak a kivágásának a meghatározása. Megtaláljuk azt a pozíciót, ugye, ahol nekünk szükséges ezt az ajtót beépíteni, ez mindig a helyzet határozza meg. Nagyon fontos az, hogy úgy jelöljük ki ezt a kivágást, hogy amit megkaptunk ajtót, azon van egy tokszerkezet, mivel tokszerkezetre szereljük az ajtónkat, megnézzük annak a tokszerkezetnek a beépítési méreteit. Utána, ha megvannak a beépítési méretei, meghatározom az ajtónak a függőleges pozícióját kivágáskor. Leellenőrzöm, itt már előre ki van vágva ugye a pozíció, tehát ezt nem szeretném bemutatni, de kirajzoljuk azt a méretet, ami alapján ki kell vágnunk. Kivágás után, mikor megvan a nyílásunk, szintén leellenőrizzük azt, hogy biztos, hogy függőlegesen állnak-e maga a kivágás a panelba, mind a két irányból. A felső vízszintes pozíció az annyira nem fontos, hogy az vízszintesen álljon, egy a lényege, hogy oda viszont a tokszerkezetünk beférjen. Megrendelés részére az IglooDoors ajtókat úgy szállítjuk, hogy tokszerkezetre vannak szerelve. A tokszerkezethez hozzá vannak fogadva a zárszerkezetek, illetve a túlozat, a zsanérszerkezet. Zsugorfóliával csomagoljuk, hogy a szállítás meg legyen könnyítve, menet közben ne tudjon sérülni maga az ajtó. Az első folyamat az, hogy ezt a csomagolást el kell távolítani, ki kell szabadítani az ajtót. Ilyenkor, amikor megvan, megfordítjuk a tokszerkezetet. És leellenőrizzük azokat a nyílásokat, ami nekünk nagyon fontos, már előkészítettük, hogy megfelelnek-e a kivágásnak, be tudjuk-e építeni magát a tokszerkezetet. Ha meggyőződtünk arról, hogy a kivágás megfelelő az ajtótok befogadására, be tudjuk építeni, akkor a következő folyamat az, hogy megfordítjuk ezt az ajtótokot, és az ajtótok külső felületén elhelyezzük azokat a pozícionáló furatokat, amikkel föl tudjuk majd magát a tokszerkezetet rögzíteni a panel fal szerkezetére. Ahhoz, hogy ez arányos legyen, be lehet mérni minden irányból, hogy lehetőség szerint ne úgy, ahogy a szél fújta oda, hanem a szél legyen, hanem meg kell próbálni minél precízebben, esztétikusan ezt kialakítani, ezt a furat sort, hogy a megrendelőnek is az igénye szerint azért egy esztétikus látvány legyen. Technikailag mi oldalanként a függőleges oldalon 5 furattal rögzítjük az ajtót, a vízszintes oldalon fönn a felső pozícióban pedig 3 furattal rögzítjük az ajtótokot a falra. A következő beépítési fázis, ha a tokszerkezetre feljelöltük a fogratoknak a pozícióját, hogy ezeket kifúrjuk. Gyakorlatilag az egész tokszerkezetet átmenőre 5 mm-es furattal felére kifúrjuk. Utána 13 fúróval a felső szerkezetét a toknak ki kell fúrni azért, mert majd a végén, mikor látni fogjuk beépítésre kerülök a tokszerkezet, akkor egy dugóval, záró dugóval ezeket a furatokat lezárjuk. Következő folyamat, amikor megszabadítottuk ezt az alsó szállító keretet az ajtótoktól, a kivágáshoz hozzáéveszünk, leellenőrizzük azt a pozíciót, hogy megfelelő a kivágásunk. Nagyon fölösleges munkát nem végezzünk, ha nem jó a kivágás, akkor sajnos ezen módosítani kell. Akkor van a szerencsésebb helyzet, hogyha kisebb a kivágás, mert ugye nagyobbat tudunk csinálni. A rosszabb pozíció az, amikor nagyobbra lett kivágva az ajtónak a pozíciója a panel szerkezetbe, mert már azon javítani gyakorlatilag lehetetlen.
Megfelelő a kivágásunk, illeszkedik a tokszerkezet a kivágáshoz, akkor a következő lépés az, hogy a tokonak a belső felületét sziloplaszta, MS polimer vagy bármilyen más ragasztó tömítő anyaggal kihúzzuk, kitömítsük azért, hogy itt is légmentesen zárjon a tok maga a panel szerkezetre, illetve jobban rögzíten ne csak a csavarok, hanem maga a tömítő anyag is rögzítse a panel szerkezethez a tokot. Megtörtént a tok szerkezetnek a pozícióba való beállása, gyakorlatilag most még rögzítve nincsen, maga csak a ragasztott tömítőanyag tartja a pozícióba. Nagyon fontos, hogy mindig a tok szerkezetet úgy állítsuk be, hogy először azt az oldalt, ahol a zsanér pozíció furatai fönt vannak, azt állítsuk be függőlegesen. Ha meggyőződtük arról, hogy a zsanér oldali tokszerkezet függőlegesen áll, akkor most már fixen le lehet rögzíteni csavarkötéssel a panel szerkezethez, vagy éppen a fogadó szerkezethez, amihez a tokszerkezetünk illeszkedik. Következő folyamat, kirögzítettük ugye a zsanér oldali tokszerkezetet, gyakorlatilag innentől fogva párhuzamos kell mérni, meg kell néznünk azt, hogy a nyílásunk párhuzamos. Hol tudjuk kezdeni, nem legalul, ugye ahol még mozog a szerkezet, megmérjük a legelső pontját fölülről, és utána ezt a párhuzamosat levetítjük alulra, és felfogadható most már fixen akkor, ha megfelelően párhuzamos a komplett tok szerkezet. Felhelyeztük az ajtónak a külső tok szerkezetét, innentől a következő lépés a belső letakarások, a kivágásnak, a habkivágásnak, vagy egyéb más fal szerkezetnek a letakarásai. Most a belső tok profilt fogják felrakni, valamint le fogják zárni, ledugózzák ezeket a furatokat, amiket az előbb beszéltünk, illetve a pozíciónak a rögzítésére szolgálnak. Leveszik azokat a fóliákat, védőfóliákat magáról a tok szerkezetről, ami eddig az volt hivatott biztosítani, hogy ne sérüljön maga a szerkezet. Elkészültünk a tok szerkezetnek a beépítésével, egy pár szót gondolok azért, hogy összeszóljak róla. Mivel hűtőterekről beszélünk, nagyon fontos az a funkciója ennek a tok szerkezetnek, hogy a belső ideglevegőt vagy hőmérsékletet ne hozza ki a külső felületre. Jelenlegi típusainknál, az IglooDoors ajtóknál ABS PVC tok szerkezetet alkalmazunk. Ennek az egyik jellemzője az, hogy teljes hőhíd megszakítás van. Maga a PVC szerkezet nem fogja kihozni a beltéri, akár mínusz 22-24 Celsius fokos hideget, a külső akár plusz 30 vagy 35 fokra. Tehát magát a tok szerkezet nem fog párásodni, nem fog páralecsapódás lenni. Ezért ezeket a tok szerkezeteket külön nem kell fűteni. Igaz, hogy a pozícióban, mint itt látható, megvan a fűtőszárnak a helye, és ez azért nagyon fontos, ugyanis ezeket az ajtókat nem csak normál plusz fokos hőmérsékletű, vagy mínusz 18, mínusz 20 fokos hűtőkamráknál használjuk, hanem vannak úgynevezett ultramély hűtő, vagy sokkoló kamrák, ahol előfordulhat a belső hőmérsékletre a mínusz 30, mínusz 40, vagy akár a mínusz 50 Celsius fok is. Abban az esetben viszont már magát a tok szerkezetet is meg kell fűtenünk, föl kell fűtenünk, hogy a pára kicsapódás kondenzáció ne jelenjen meg rajta. Következő lépés, ugye föl van most már rögzítve a tok szerkezetünk stabilan a helyén áll, magát az ajtólapot kell hozzá fölfogatni. Könnyű a dolgunk, illetve nagyon egyszerű, ugyanis gyári körülmények között, mint látható volt az elején a csomagolásban, már maga az ajtólap pozícióba föl volt helyezve a tok szerkezetre. Most ezeket a pozíció furatokat kell csak gyakorlatilag megtalálnunk, és abba a pozícióba fölhelyezni magát az ajtólapot. Megtörtént az ajtónak a provizorikus rögzítése a tok szerkezetre, gyakorlatilag az előre kialakított pozíciókba, csak ez a helyszínen nem mindig megfelelő. Ilyenkor kell ellenőrizni a szerelőnek azt, hogy a tok szerkezete, illetve a földhöz való zárása megfelelő, és úgy tud utána a 3D-s, vagyis minden irányba állítható zsanéron azt a pozíciót beállítani, ami ott a helyszínen megfelelő. Nagyon fontos már a beállított ajtónál még azt is ellenőrizni, hogy alulról a szoknyagumi fölzár-e arra a felületre, ahova magának föl kell zárni az ajtónak, illetve amikor nyitjuk, a felületen nem-e érintkezik vagy csúszol. Ha ez a probléma előadódik, hogy súrlódik a felülete, vagy az ajtó nincsen jó beállítva, vagy maga az a talaj, ahol került az ajtó, az nem vízszintes sífelületre lett kialakítva. Ennek a javítása gyakorlatilag azt mondom, hogy lehetetlen.
Ha pedig maga az ajtó van rosszul beállítva, akkor még a zsanérzaton minden esetben tudunk állítani, megfelelően nyíljon az ajtó. Az ajtókat sikerül beépíteni, most már nincsen más hátra, egy-két esztétikai műveletet kell elvégezni, gyakorlatilag az utolsó fázisokat, a zsanírok pozíciójában a takarókupakokat fölhelyezni, a fóliát eltávolítani, egy védőfólia, illetve azokon az éleken, ahol egyébként még pára, diffúzió vagy bármi történhetne, sziloplasztömítést kialakítani.